Köszöntöm a nézőket! Középpontban az Icarus, az egykor volt legnagyobb hazai iparvállalat, annak múltja és története. Szerdai napon egy üzemlátogatást is tartottak itt a helyszínen, ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben, hogy a nézők egy kicsit betekintést nyerhessenek az Icarus történetébe. Tartsanak velünk! B8R típusú Euro 6-os erőforrással rendelkező motorral szerelt alvázat kaptunk. Az 1960-as évekre a világ legnagyobb autóbuszgyárává előlépő vállalat az Icarus történetével ismerkedhettek meg az érdeklődők szerda délelőtt, először csak képekben. Majd az üzemlátogatás alkalmával a buszok szerelmesei élesben is belekóstolhattak a vállalatnál dolgozók mindennapjaiba, a gyártósori munkafolyamatokba. Az Icarusnak a története az 1895-ben kezdődött Mátyásföldön, a fehérvári gyári, ez pedig 1918-ben reptérként. Tehát tulajdonképpen mind a két helyen járműipari hagyományokról beszélünk, csak hát ugye itt a repülőgép volt az indulás, ott meg a lovaskocsi. És hát tulajdonképpen ebből fejlődött, mintegy 120 év alatt ez a történet, hogy autóbuszokat gyártunk. Mikor indult újra az Icarus itthon? Hát 2015-ben történt a döntés arról, hogy elindulunk egy prototípus gyártással ebből a többfunkciós autóbuszból, és akkor 16-17-ben megtörténtek a tervezési előkészületek, illetve a prototípus gyártás, és 2017 végén indult meg a sorozatgyártás gyakorlatilag. Hát ugye ennek volt az eredménye az a 2018. március 23-ai országalma körüli autóbuszbemutató, amivel hát én remélem, hogy bizonyítani tudtuk, hogy na megint van autóbuszgyártás Fehérváron. Miben nyerhetnek betekintést? Tehát változatlanul gyártunk a Magyar Honvédség részére autóbuszokat, ezek a zöld járművek, ebbe a kategóriába tartoznak, illetve a BM részére gyártunk személyszállító és fogvatartotti szállító járműveket. A szerdai üzemlátogatásra rendkívül sokan érkeztek, idősebbek és fiatalok egyaránt rácsodálkoztak az itt zajló munkára. Február környékén az iskolával mindig mentünk az uszodába, és mindig ilyen Icarus buszokkal mentünk, és akkor nagyon foglalkoztatott ez. A szüleim, a rokonok mindig dolgoztak, és kíváncsi voltam, hogyan készül most egy busz, mert nagyjából volt sejtésünk, hogy hogyan készült régen, de azért jó lehet tudni, hogy most már mennyi változott a technológia. Mennyiben más itt a gyártási folyamat, mint amennyiben elképzelte? Igazából pozitív, amit én látok. Nagyon örülök neki, hogy itt tart, és jelenleg is van buszgyártás Magyarországon, és az lenne jó, hogyha minél többet tudnának gyártani, mert lenne rá igény. Az Icarus ez egy Fehérvárnak egyik fénypontja volt, de reméljük most is az lesz, és minél fényesebb lesz. Meg a fiam itt dolgozik, itt mérnök, aztán mondom, már eljövök, megnézem, hogy mit csinál. Ezért jöttem el. Meg hát érdekel. Jó cég volt ez valamikor. Sajnálom, hogy már nincs meg a régi nagy voltában, de hát majd az lesz, reméljük. Elektromos buszokat gyártanak, ezért jöttem el. És most, hogy itt körülnézett, milyennek látja a gyártási folyamatot? Én úgy gondolom, hogy a kornak megfelelő. Én is gépész vagyok egyébként. Itt a technika már nem az, ami régen volt. Itt már lézerrel állítják be a síkot, a pontosságot.
a darabolók is nagyon modernek, maga a busznak az odébb szállítása is szaladnak a korral, én úgy gondolom. Demeter Zsófia történész az előzményeket mutatta be. Abszolút régi történet. Én most fejeztem be házi feladatként azt a fejezetet, amit a következő annó kötetben írtam erről, ugye, aminek csak a csúcspontja az Ikarusz, és ugyan befogalmaztam az előbb egy csakot, de abszolút nem a negatívum értelmében, de kétségtelenül ez a leghíresebb történet. De azért azt se felejtsük el, hogy egy repülőgépjavítóval kezdődött, ugye a szomszédságunkban voltak az egykori repülőterek, a Sóstói repülőtér és a Táci, aztán másod egy kicsit délebbre a Bőrgöndi, tehát ezeknek a kiszolgálással. Itt dolgozott egy Rotter, itt dolgozott egy Rubikernő, tehát azért van ennek egy valóban egy nagy története. Számomra, mint történész számára az a legnagyobb tanulság, amikor ezt úgy végigveszi az ember, persze könyvekből, meg kedves visszaemlékezőknek a történeteiből, hogy nagyon nagy kincs a mérnöki szürke állomány, és ez Fehérvárt nagyon magasra emeli, mind az első világháború korszakában, hiszen akkor van az első aviatikai fejlesztés, ugye léggömböknek a töltésével kezdődik ez a történet, mind a második világháború időszakában, amikor ugye a háború után használhatatlanok a repülőterek, de azért majd jön a szovjet hadsereg, majd jön a magyar néphadsereg, és az ő repülésüket is valahogyan segíteni kell. Még akkor önálló gyártmányok is történnek itt. Utána következik a motorjavító, ami gyorsan katonaiból polgárivá kegyegyőző úgy szokott fogalmazni, hogy álcázva kerül. Itt egészen érdekes dolgok történnek, például a törpeautó Fehérváron gyártódik, és végül aztán az AMG, az általános mechanikai gépgyár közvetlen elődje már az Ikarusznak, amely gyárnak önálló fejlesztésű buszai vannak. Így kezdődik a nagy összekapcsolódás, a jármű gyártásba bekapcsolódott Ikarusz márka név így kerül Fehérvárra, a Mátyásföldi gyárat 63-ban egyesítik a Székesfehérvárival, mind a kettőnek van egy régi profilja, a repülőgépgyártás, és van egy új, akkor fontos profilja, ugye a KGST miatt lesz nagyon fontos, hiszen a járműgyártást Magyarországra telepítik, tehát nagyon sok járművet kell gyártani, és ebben lesz a kiemelkedő szerepe az Ikarusz gyárnak. Az Ikarusz gyáron mindig a Pestit és a Fehérvárit együtt értjük, telepelyék voltak Szegeden is, Pusztavámon is, stb. Tehát ez egy nagy gyár együttes, de kétségtelenül azt gondolom, hogy a Fehérvárinak az igazi jelentősége az, hogy itt tartja, állandósítja, 100 évre állandósítja a mérnöki tudást. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez természetesen nem csak a repülőgépgyártást, meg a járműgyártást jelenti, hanem a MÁV járműjavító, a színköszörű gépgyár, a Köfém, a Videoton. Mindegyiknek van egy-két világháború közötti előde, és ez egy nagyon fontos dolog, amit Fehérvárhoz nem szoktunk kapcsolni. Én azt gondolom, hogy ezért várhatjuk most is, hogy ezek a gyárak ismét fejlődni fognak, és hát íme tudunk is arról már példát, hogy az Ikarusz járműgyártás is újból indul. De a látogatók nem csak a gyártósori munkát ismerhetik meg. Makettek, plakátok, fotók, izgalmas történetek által utazhatnak az időben, visszatérhetnek az iparvállalat történetének kezdetéhez. A Szent István Király Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös együttműködésének köszönhetően az Ikarusz a busz című tárlaton, amely vasárnapig látogatható, külön hangsúlyt kap a székesfehérvári üzem. Az Ikarusz kiállítással kapcsolatban most is próbáltunk olyan programokat szervezni, amik mondjuk hagyományosnak nevezhetők, mint előadások, beszélgetések, de azt gondoltuk, hogy ha már itt van ez a jó lehetőség, hogy Fehérváron újra normálisan folyik a buszgyártás, akkor használjuk ki ezt, és a kiállítás elkészítéséhez is nagy segítséget nyújtott az Ikarusz Járműtechnika Kft. Így hát ez már egyenes út volt ahhoz, hogy
eljöjjünk ide az üzembe, és egy kis bevezető után meglátogathassuk magát az üzemet, hogy hogy is folyik ez a gyártás mostanában. Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében ugye megtekinthető még néhány napig az a kiállítás, amelynek címe Icarus a busz. Mi az, amivel ott pontosan találkozhatnak az érdeklődők? A kiállításunkban nagyon-nagyon szép maketteket lehet látni, ugye a közlekedési múzeummal együttműködésben készült ez a tárlat, és olyan gyönyörű maketteket hoztak hozzánk, amiket nagy örömmel fogad a látogató közönség, de természetesen mivel azért ez egy műszaki tárgyú kiállítás, rengeteg nagyon fontos műszaki rajz is van, amiket akár össze is lehetne vetni az itt látottakkal, a mostani gyártással. Nagyon szép eredeti tervrajzaink vannak az Icarusnak, még a fénykorából mondhatjuk ezt is, és mindenféle olyan dolgot kiállítottunk, ami még a busznak a berendezéséhez kapcsolódik, sőt filmeket is készítettünk egykori Icarusos dolgozókkal, akik elmondják az Icarusszal kapcsolatos élményeiket, ezeket is meg lehet tekinteni a kiállításban. És milyen látogatottságnak örvend maga a kiállítás? Nagyon örülünk, hogy szép számmal több ezer ember látta már a kiállítást, ugye a közlekedési múzeumnak köszönhetően, és természetesen a Székesfehérváron most is megtalálható Oldtimer Icarus tulajdonosnak köszönhetően is nagyon jól kezdődött a tárlat, hiszen a megnyitó napján is már ezer ember látta gyakorlatilag, amit úgy értünk el, hogy a buszfelvonulást is ehhez számoljuk természetesen, de hát ez az egész város számára azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes délután volt, amikor megnézhettük, hogy az előző 60 évben körülbelül milyen buszgyártás volt Magyarországon az Icarusban. A tárlaton a nézők bepillantást nyerhetnek a gyártósorok munkáiba, a legsikeresebb típusok tervezésének folyamatába és a hajdani üzemi életbe is. Kedves nézőink, aki még szeretne esetleg bepillantást nyerni az Icarus történetébe, múltjába, az még megteheti, méghozzá július 21-éig Székesfehérvár belvárosában, a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében, az Icarus a busz című kiállítás keretében. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, bízom benne, hogy szolgáltunk önöknek hasznos és érdekes információkkal. Viszontlátásra!